A nyári orgona egy csodálatos növény, könnyen lehet kertünk legszebb cserjéje, hiszen egész nyáron tele van gyönyörű virágokkal, rárepülnek a pillangók, fantasztikus az illata, csak hogy néhány év után azt veszük észre, hogy jé, egyre kevesebb, egyre kisebb virág van rajta. Ez azért van, mert nem vágtuk vissza. Most megmutatom, hogy hogyan kell. Pontosan ugyanebbe a helyzetbe kerültem, néhány éve ültettem ezt a nyári orgonát, mint látható, elképesztően jól érzi magát, benőtte ezt az egész helyet, de évről évre egyre kevesebb volt rajta a virág, míg aztán rá nem jöttem, hogy ja, hát azért, mert hogy nem vágtam vissza, ugyanis a nyári orgona a friss hajtásain hozza csak a virágot, így ha nem vágjuk vissza, akkor egészen csak a hosszú-hosszú hajtás végeken fog picike virágokat hozni, ráadásul az egész növény fölkopaszodik, tehát tele leszünk ilyen keszek-husza, levél és virág nélküli valamivel, ahelyett, hogy sok-sok szép virág lenne rajta, és egy jó dús növényünk lenne, úgyhogy nem volt mit tenni, be kellett venni magam ide a kert dzsungelesebb részébe, hozni magammal az erővágómat, és bizony keménynek kell lennem, és vissza kell vágnom ezt a nyári orgonát. Tudom, hogy sokan még nem barátkoztak meg a metszés gondolatával, és mindig fájó szívvel vágnak vissza egy ilyen szépen megnőtt növényt, de higgyétek el, hogy enélkül nem megy. Néha egyszerűen keménynek kell lenni, és muszáj visszavágni a növényeket, mert nem lesznek szépek, el fognak vadulni. És ez az a helyzet, hogy nem is kell nagyon nekiállnom így vagdosni ezeket az ágakat, ugyanis ezt a fő ágat olyan 30 centire kell visszavágnom a földtől, onnan ki fog hajtani, úgyhogy így úgy, ahogy van, így is szantom. Azt mondja, hogy így kb. Itt. Ennyi. Egyébként egy ilyen életerős növény, hát lehet látni, hogy elképesztően vastag hajtásai vannak, ez óriási gyökérzettel rendelkezik, úgyhogy tényleg nyár közepére akár, ha nem is ennyire magas, de közel ilyen magasra meg tud majd nőni. Nem tagadom, elég drasztikusnak tűnik ez a visszavágás, és az is, pedig még egyébként nem is voltam annyira durva, hiszen nem 30 centire, inkább 50-60-ra vágtam vissza, de hát nem volt szívem nekem se teljesen visszanyesni. Közben pedig az is kiderült, hogy eleve volt egy csomó ág, ami el volt halva, hiszen annyira nem jutott fényire alulra, hogy egyszerűen feladták azok az ágak. Úgyhogy ezért is fontos, hogy vissza legyen vágva a nyári orgona, hogy az alsó ágak is kapjanak fényt. De hát néhány hét múlva ki fog derülni, hogy jól tettem-e valóban, addigra, ha minden jól megy, akkor tele lesz friss hajtásokkal és szép új virágokkal, majd azt is megmutatom. Ha tetszett a videó, akkor kérlek iratkozzál fel a YouTube csatornámra, csak egy gombnyomás és teljesen ingyenes, nem fogod megbánni.